Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatlakozz az és lépj hozzák a parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban! Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az űrös műsor, az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós. Talán nem túl meglepő módon felvételről jelentkezünk december 26-án, illetve azon kedves patronálóinknak, akiknek kedveskedünk azzal, azoknak már december 25-én. Hát az van, hogy valótlanul állítottam két héttel ezelőtt, hogy élőben fogunk jelentkezni. Nem számoltam utána, hogy december 26 az a Beigli Kóma nemzetközi napja ezért aztán felvételről, konzerv műsor formájában jelentkezünk. De nagy szerencsémre és örömömre nem egyedül, hanem itt van velem Detre Örs Hunor, aki a Heidelbergi Max Planck Csillagászati Intézetben dolgozik, mégpedig kutató mérnök fejlesztőként, és hát ha nagyon rossz szóviceket akarnék sütögetni, már pedig akarok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ő egy webfejlesztő. Bizonyára hallották a kedves hallgatók, hogy azt, hogy web, azt én két B-vel mondtam, hiszen a James Webb űrtávcsőről van szó, és azon belül is a Miri nevű forradalmi műszer, Műszer csoport fejlesztésében résztvevő európai uh, vezető fejlesztők egyike, vagy te. És az az apropója műsornak persze az, hogy bármilyen hihetetlen is ezt kimondani, de december 25-én exaktul egy éve állt pályára a James Webb űrtávcső, amire annyi ideje vártunk, hogy szinte még mindig nehéz elhinni, hogy fönt van, pedig már eltelt egy év. Azóta ugyan többször is beszélgettünk, de ez az egy év ez messze nem telt eseménytelenül. Neked is voltak azért rázósabb, stresszesebb időszakjaid, meg az egész uh, csapatnak. És persze szenzációs felfedezések vannak hetente. Tehát szenteljük ennek a műsort, hogy beszéljük meg, hogy mi minden történt az elmúlt egy évben egy teljesen szubjektív, nagyon belsős nézőpontból, a te nézőpontodból. Hát üdvözlök akkor én is mindenkit. Hát igen, ez, ez egy elég erős understatement volt az, <laughs> amiket így, így felsoroltál. Igen, ez, ez egy nagyon-nagyon eseménydús volt. Nem unatkoztunk, mondjuk úgy. Körülbelül három hónapot voltam kint én is Baltimore-ban. Amint tehettem, akkor egyébként onnan Budapestre jöttem vissza, hogy tudjak találkozni barátokkal, családdal. És hát most itt vagyok személyesen, először először beszélgettünk itt van, így itt van, így személyesen az, az irodában. Kezdjük el talán ott, hogy egy évvel ezelőtt, amikor kb. akkor hagytuk el hőseinket, hogy pályára állt az eszköz, önmagában hihetetlen, hogy ez az egész monstrum ki tud csomagolódni minden rendben megy. Kedves hallgatók, ugye ezt a, emlékeztetőleg mondom, hogy ezt a James Webb űrtávcsövet ezt úgy kell elképzelni, hogy önmagában egy óra esi nagy bravúr volt, hogy egy ilyen precíziós műszer nem csak, hogy fel tud menni az űrbe, hanem ott szétnyílik, mint egy ilyen virág, kinyílnak a szírmai, széthajtogatódik maga a tükör, ami sok-sok hatszög alakú szegmensből áll, szóval önmagában egy eléggé brutális történet volt, eleve az, hogy feljutott a világűrbe, és és akkor megbeszéltük, hogy minden csodálatosan működik. El is mondtad, hogy a várakozásokat felülmúlóan. Igen, de azért ez, ez nem így indult. Egyébként most így beugrik az, hogy ö, abban az elismerésben volt részem, hogy a TEDx-re meghívtak, és ott van egy Risk of Success nevezetű előadásom, ami arról szól, tehát a, a, a siker, siker hogy mennyi minden mehet mennyi minden apróság, vagy, 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 egy mérnök, mérnöki nem, nem, nem figyelés, hanem, hanem figyelmetlenség vezethet egy teljes, teljes missionnek a, a, kudarcához. És nem, nem lővön, érdemes meghallgatni, nem lőve a poén, de, de, de tényleg egy apróság is, is elég ahhoz. És itt, itt azért 500 olyan mechanikai lépés volt, ami, ami, elég egy, ami, ami, nem működik, és onnantól kezdve az egész, egész James Webb az, az használhatatlan. És egyébként a, 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 szilveszter az nem, nem volt eseménytelen, az kicsit izgalmasabb volt, mint, 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 másoknak. Talán ezt már említettem. Ugye már belsős információk rögtön, rögtön jöttek, hogy, hogy volt egy apró, apró glitch, de hál' Istenek megoldották az egyik, egy, egyik helyen beakadt a, a nappajzs, és akkor bú, mi csináljunk. És akkor onnantól kezdve ez egy ilyen félnapos vita volt, az, hogy, 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 hogy egyáltalán hol akadhatott be, és, és, mi volt a megoldás. És egyébként az volt a megoldás, hogy egy picit nagyon finoman meghúzták, és így hál' Istennek kiakadt, és onnantól kezdve teljesen szinte, szinte eseménytelen volt a, 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 az egész. Egészen március-áprilisig, és talán itt, 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 ami kevés, na. És akkor beszéltünk utoljára a ébresztőben, csak hogy akkor még Akkor nem még volt, akkor dolog, még nem de? beszélhettem, és igen, ez a, hogy, hogyha lehet reklámozni, a Space Junkie csatornán ott nagyon sokat, nagyon sokat meghívtak, és, és ez, ez már egy ilyen szálló volt, hogy na, és erről nem beszélhetek. Az a Istenek, akkor a nyár végére sikerült beüzemelni, ugye, ugrottam egy hatalmasat. De amiről akkor nem beszélhettem az, hogy a mechanikával is voltak gondok. egyik miri mechanikával voltak gondok. Három, három mechanikáért vagyok én, én, a felelős, ami egyébként egy relatív eseménytelen ö, méréssorozat lett volna, mert, mert a, a földi méréssorozatokon ott, ott, mindig az volt, hogy, hogy jé, ugyanaz, mint az előző évben. Super, mehetünk tovább, tehát lehet, mehetünk tovább azokra a mérésekre, amik igazán számítanak. Na, ez, ez a legelső mérés, ez rögtön nem ilyen volt és ott, ott már kiderült az, hogy, hogy az egyik mechanikával valami a, az, az indítás során történhetett, és teljesen másképpen viselkedik, mint a másik két, majdnem ö, ö, tehát nagyon azonos. Az egyik egyik mechanika az, az konkrétan a klónja ennek a mechanikának, ami hál' tökéletesen működik. Ez azért, azért fontos volt a kis lelkemnek, mert, mert, mert hogy akkor nem én rontottam el valamit, mert akkor, akkor szisztematikusan rossz lett volna mind a három, nem? Az egyikkel történt valami, akkor azt mondtam, hogy, hogy felajánlották nekem a lehetőséget, hogy hogy ősít, megállíthatod a beüzemelését a Mirinek. Az úgy, az úgy elég kemény, és de, de, de hogyha lehet, akkor ne. <gül> <gül> én javasolhatok, tehát én nem dönthetek, de javasolhatok, de általában elfogadják, mivel hogy én... én én ismerem minden egyes kis részlődését ennek a három mechanikának, mert 12-13 évig én mértem, én dolgoztam ki a méréseket, stb. Egyébként nem, ez nekem ez hobbi volt, mert hogy én az elektronikai vezetője vagyok ennek a, a, a műszernek, a mirinák, úgyhogy ez, egy abszolút egy hobbi volt, de nagyon szerettem csinálni. Aztán ez így elkomolyodott így az utóbbi 10-12 évben, és amit, amit javasolok, azt általában elfogadják, és akkor mondtam, hogy, hogy hát, nem tudom, hogy mi történt, nem tudom garantálni azt, hogy, az, hogy, hogy, ez, hogy, ez, nem fog változni, vagy romlani. Egyet tudok garantálni az, hogy, hogy, működésre bírom a, a, mechanikát. Ez így is történt, és az egész beüzemelés alatt tökéletesen működött. Egészen augusztusig, augusztus végén reggel jött hajnalban a telefon, hogy hogyha lehetséges, akkor telefonáljak be a, a, a egy órán belül lesz egy, egy telekonferencia, először magunk között beszéljük meg, majd a názásokkal, hogy mi történt. És, és szépben van a, James Webb. A szép az azt jelenti, hogy mindent lekapcsolnak, egyszer csak így leáll az egész James Webb, és körülbelül két két nap, másfél-két nap. Két nem is t -t. lehet tudni, hogy miért? De, 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 de. szól, hogy mi, mi, történt, és, és így, és, így azért, és azt mondja, hogy jó, itt, így lál minden és pont nem volt vele kontaktus, amikor ez történt, tehát egyszer csak azt vettük észre, hogy, hogy azt vették észre a kollégák, hogy, hogy, hogy ki van kapcsolva a web, és nem mér. És, és, akkor az, hogy az, a, a, probléma az az volt, hogy az egyik mechanika az, az lépnie kellett volna, és, és, elindult a lépés, de vissza, visszalépett. Na, innentől kezdve viszont felajáltak még egyszer ugyanezt a ezt a, a, ezt a lehetőséget, hogy, hogy őrs, mondhatod azt, hogy itt leállunk. És akkor mondtam, hogy elnézést, megnéztem az adatokat, és és én, én vagyok az a, az, a, az a rossz hírnök, amit remélhetőleg, hogy volt ez Romában? Vagy Körök. vagy nem, törököknél? Köröszön. Vagy görögöknél, bocsánat, görögöknél, hogy, hogy a rossz hír hoz, hozolját nem azt. Sok jóra számít igen, nem. Rossz. És Aha. mondtam, hogy elnézést, de most itt ki kell mondjam azt, hogy, hogy leállunk. Na most, ugye, hogy a feszültséget a tetőpontján hagyjuk egy kicsit függőben, azért valamit arról meséljünk, hogy ez a mechanika micsoda. Ezt talán úgy tudnánk elmesélni a hallgatóknak, de mindjárt átadom neked, hogy ugye lényegében, a jól emlékszem, arról van szó, hogy van egy ilyen forgószerkezet, egy ilyen racsnészerű mechanizmus, ami azért felelős, hogy a lényegében a, mindig a megfelelő érzékelő kerüljön a megfelelő helyre. Ezek optikai elemek, Opti tehát igen. ez a három, mind a három mechanikát a Miriben, négy mechanika van, de három mechanikát a Miriben a, egyébként az a Max Planck intézet szájtott, ahol ahol én is én is dolgozom még jelenleg. Az egyik az, az egy szűrőváltó, tehát ott a, a, ő az imagernek, tehát a képalkotásért felelős detektornak a szűrőváltója itt, itt 10, 18 pozíciója van, egy pár ilyen engineering optikai elem van, ami a beállításokhoz kell, és akkor 10 darab, 10 plusz 4 darab színszűrő, és akkor mindig váltanod kell egy, egy másik színre, és akkor így, hogyha mondjuk csinálsz több színből egy egymás után van felvételket, mindig egy szint fotózó, nem úgy, mint a, a mobiltelefonoddal, ami egyszerűen mindig három szín, sőt, van olyan, hogy négy színnel is fotózik a, mobiltelefon egyszerre, itt, itt a csillagászatban ott külön-külön csináljuk meg a, a, színeket, és akkor utána lehet összelakni egy színes képé a 3 három, négy akár, vagy 9 kilenc, színből van egy, van egy olyan képem, ami, ami tíz színes kép. Tehát ezeket az optikai elemeket vált, váltod, egy-egy mérés között. A másik kettő mechanika, ő a MRS-nek, az, az egy spektrográf, és ott is optikai elemeket vált, a rövid, közép és hosszú hullámhosszú optikai elemeket tudod váltani, és az, hogy a teljes információd meglegyen, mind a hárommal kell mérni egymás után, és akkor megvan egy teljes, teljes spektrumod ez a, a, az MRS felével, ami egyébként egy annyira forradalmian új, az űrben forradalmian új ö, 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 műszer, a Miri, Miri, Miri MRS, hogy a 80%-a az a következő egy évben, ami Miri ö, idő ö, lefoglalva az, az 80 az azt, azt erre kérték, és nem pedig az image-el részre. A csillagászok szeretik a... A képek szépek, de a spektrum, spektrum az, az sokkal, de sokkal több információt ad a, a, arról, a, arról a bármilyen csillagászati objektumról, úgyhogy ezért ezért 80%-ban erre volt alokálva, Amúgy az exobolygó légkör spektrumok azok a miri, Példa, miri mrs készülnek? mrs szel is, de, de ott, ott a, a másik, másik, három műszer is bejön, tehát ott, ott közel, közeli infravörös spektrumok is kiegészítik, igen. Tehát, hogy dramatizáljuk a helyzetet, ugye például arról a műszerről van szó, ami alkalmas arra, hogy, hogy akár egy exobolygó légkörében életre utaló nyomokat. Ez így el, van, ez így van, és akkor ez két hónapig így állt is. Uh -huh. a, a Miri, mondom én voltam a csúnya, csúnya ember, aki ezt kimondta egyébként, kinek a mérésébe állt bele a, a, az én igazgatom Thomas Henningnek a mérésénél. Tehát megkapta az, a, a, a levelet, a 20 éve vár erre a mérésre, Körmondta, hogy 15-20 éve tervezgeti ezt a mérést és megkapja, amikor végre, 15-20 év után megkapod az e-mailt, hogy elindult a mérésed. Majd egy olyan másfél-két óra múlva jön egy olyan e-mail, hogy a mérését 2023. januárjára raktuk át. Aha. Figyelj, az ugye semmi ahhoz képest, hogy a, 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 ugye a Tilos Rádió hallgatói előtt nem idegen az a kattanásom, hogy... hogy szeretek azzal foglalkozni, meg erre tettünk egy kísérletjavaslatot, amit by the way az Éza valamelyest elfogadott, kedves hallgatók, úgyhogy ez egy jó hír, de az az, miről a 130. szokolébresztő szólt annak idején, az ugye az volt, hogy a Szaturnusznak az északi sarkán van egy hatszög alakú nagy és mindenkit nagyon érdekelt, hogy a hatszög alakú nagy az hogyan néz ki infrában. És ugye nyilván erre a lehető legjobb eszköz, amivel ezt meg lehet figyelni, az, az maga, a, Miri. a James Webb, és azon belül is a Miri. Na de ugyanakkor azonban a Saturnus, az nem által úgy viselkedni, hogy, hogy ha egyszer, hogy most éppen rá lehet még innen, vagy akár a Webről nézve a, látni az Északi Pólusára, ahol ez a csodálatos hadszög alakú örvény van, ami a naprendszer egyik legrejtélyesebb légköri alakzata szerintem, tehát nem véletlenül foglalkozunk vele. Viszont aztán úgy fog hajlani a, a Szaturnusznak a tengeje a Földhöz képest, hogy utána talán évtizedekig nem. Húsz évig. Húsz 20 évig. 20 évig. Na, Na. Erre van egy belső történet. Na, ha igen. Tehát Onnantól kezdve egyébként, tehát én, én most így hirtelen kivettem két hónap szabadságot, mert, mert múlt évben nem tudtam, ez évben nem tudtam, és, és mindenki tudta azt, hogy kellőképpen hogy elfáradtam ahhoz, hogy, hogy megérdemeljek ennyi szabadságot, és, és közben történt ez az egész. Úgyhogy én megmondom őszintén az utóbbi utóbbi hónapokban nem figyeltem a, a legújabb eredményekre. Annak is örültek, hogy hogy őrs, az a lényeg, hogy a, hogy a mechanikáknak az, a, az eredményét értékelt ki. Tényleg te összetették kezük, nagyon-nagyon édesek voltak a, a kollégák, amit amit lehetett levettek a, a vállamról, csak az, hogy de ezt az egyet, ezt csak te tudod megcsinálni, úgyhogy légy szíves. Miközben így, így minden egyes ilyen, ez úgy jelk, hogy anomaly review board, tehát anomália... Megbeszélő, mi ez? Bord. Bizottság. Bizottság. és És mondom, én, én csak erre figyeltem, és mondták azt, hogy hát lenne egy mérés, ami, ami azt az egyet engedjük meg, miközben állami, de azt az egyet muszáj lenne megcsinálni, mert, mert hogy az ilyen, ilyen, ilyen ö, most elérhető. És, és csak ennyit mondtak, hogy, hogy engedélyezzük azt. És akkor ez följött, már a harmadjára följött. A harmadik ilyen, ilyen telekonferencián, hogy, hogy ezt, ezt viszont most akkor engedélyezzük, és utána tudtam meg, hogy hogy igen, ez, ez a Szaturnusznak a, a, az Északi Pólusa, és utána húsz évig nem lesz elérhető, Na hogyha most énkül, nem énkül engedélyeztük. Hát, tehát, még ő... eredmények még nem jöttek ki erre. Még nem, még nem. de még nem. De az a lény a megle... Hú, uh, uh, lehet, uh, lehet, hogy ez sem szabadott volna. Na de, itt... de, de ez megjelent a blogon. Az jó, a szuper, a szuper, mert arról beszélhetek. Igen. Direkt már tudom, hogy nem szabad téged olyan helyzetbe hozni. Csak olyan témákat szabad feldobni, ugye, amik eleve valamelyest megjelentek. Igen, igen, a igen, igen. Ez így van. Ez ugye. így van. A beüzemelésnél ez, ez be úgy volt, hogy, hogy, ott is ugyanez. Én nekem mindig el kellett olvasnom a, a blogot, azt, hogy miről beszélhetek, és néha sikerült, úgy Isten, itt egy fél mondatot mondtam, ami, ami, ami nem, nem hivatalos, hogy hál' Istennek magyarul, a NASA meg nem tud magyarul, úgyhogy, úgyhogy ez így, 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 elment. annyira jó mesterséges intelligenciák vannak. Most, 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 ne, most, ne, ne most egyik, egyikkel irattam magyarul egy, egy, egy Pilinszky verset. Úristen. Nem is, nem is rossz. Szóval még óvatosan azért. Igen, óvatosan. Égen, óvatosan. a beszédet meg annyira nem Viszont, érték, viszont, ugye már nyár végén ez, erről fölmentettek minket, tehát amikor lezártuk a, a beüzemelést, akkor végre lehetett mindenről beszélni, ami csak a beüzemelés alatt, és olyan jó volt, végre, végre, a legértekesebb sztorikat tudtam elmesélni, mondom, főleg a, a Space Junkie, de nálatok is volt egy, uh -huh. egy pár ilyen sztori, és és végre nem kellett elmondanom ezt a mondatot, hogy erről sajnos nem beszélhetek. Na most megint vannak olyan dolgok, amikről nem beszélhetek. Tehát a múltról beszélhetek, ami a beüzemelés alatt történt, az, hogy mi történik most a Anomaly Review Boardban. Ott, ott, csak annyit mesélhetek, ami, ami a blogon, blogon megvan. A lényeg, a lényeg, hogy, hogy egyik mechanikánál egy picit fölment a, a surlódás. Na most itt, itt, olyan surlódásokról van szó, amit kézzel nem éreznél. Viszont ezek, ezek kimérhetőek, és, és kimérhetően változtak. Itt, itt, nem mehetek bele azt, hogy mennyire. A, a lényeg, annyit elmondhat, tehát a jó hírt azt elmondhatom, hogy, hogy még nagyon az elején lett elkapva, és, és ö, ö, most, tudtuk, mo, most tudtunk átgondolni azt, hogy, hogy, hogy tudjuk másképpen működtetni ezt a mechanikát, úgy, hogy tényleg kibírja azt a húsz évet. Hő a baj, ugye? Nem. 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 Itt Már maga ugye a surlódás az, hogy ennek nem szabadna így surlódnia. Aha. Tehát nem az, hogy mondjuk ez fölmelegítő, nem tudom, tomány... Kevés kervénen üzemelő valami. Itt rettentő alacsony sullódási tényezők vannak, és a cryogenikus környezet miatt is, uh -huh. és, és hogyha ez elkezd, elkezd fölfele mászni, akkor nem tudod, hogy hol van a vége. És, és hál' Istennek nagyon az elején sikerült elkapni, nagyon-nagyon érzékeny mérések, és a lényeg az lényeg az, hogy, hogy meg tud, át tudtuk úgy gondolni azt, hogy, hogy másképpen hogyan tudjuk használni ezt a mechanikát. De egyébként nagyon, nagyon ö, ö, drasztikus lépéseket is tehettünk volna, mint például azt, hogy ezt a mechanikát nem az van, hogy háromszor, négyszer, ötször használjuk naponta, hanem hetente egyszer. Az azt jelenti, hogy mindent lemérsz, mondjuk a három pozíció van ennek a mechanikának, mindent lemérsz egy héten keresztül, az összes objektumodat. Mi a probléma ezzel, hogy rá kell állni? Mm -hmm. És a ráállás az akár... Két óra is lehet, mert ezt, ezt a nagy, hatalmas teniszpálya méretű teleszkópot, ezt be kell forgatni akár 180 fok, fokra a másik irányba, és ez egy nagyon-nagyon hosszú, hát egy teniszpályát kell forgatni az űrben. És ö, a probléma az az, hogy minden egyes, és utána, ja igen, és utána egyszer váltasz egy hét után, egy, egy pozíciót váltasz a mechanikával, hogy a lehető legkevesebbet használjad, uh -huh. majd megint csak leméred az összes objektumodat egy hétig, majd megint csak uh, váltasz egyszer, és megint leméred. Az mi a probléma? Az, hogy minden egyes objektumodra háromszor kell ráállni, és nagyon sok mérés az tök rövid ahhoz képest, hogy mennyi a rálási idő. Tehát gyakorlatilag Ez meg azt, azt, a mérési időt, amire, ami már el van osztogatva. Egy-másfél egy, évre előre. És méghozzá ezek, ezek a jelen pillanatban a csillagászat legértékesebb, legérdekesebb és legtudomány formálóbb mérései. Ezekből lesznek, tehát ezek most olyan mérések, amik jelen pillanatban mennek a James Webb, amiből Nobel-díjak lehetnek. Tehát ezek, ezek ekkora ilyen ütős mérések, és akkor azt mondod, hogy bocs, harmad annyit tudtok mérni. Na, hál' istennek nem ezt fogadtuk el ennél sokkal kevésbé konzervatívabb megoldás született, ami úgy néz ki, hogy működik, és ez, ez hál' Istennek megjelent a blogon is, és újra működik a Miri. Eszembe jutott, hogy amikor a Galileo űrszonda ment a Jupiterhez, még annak idején, akkor volt egy eléggé hasonló jellegű probléma, azt vették észre, hogy a, az meg ugye a 90-es évek elején volt, hogy a 80-as évek végén indult az üreszköz, tehát akkor még a fedélzeti adatokat mágnes szalagokra tárolták a fedélzeten, és azt vették észre, hogy basszus, nagyon súrlódik, nem viszi a szalagot a gép. Nagyon komoly probléma, és akkor felmerült, hogy mi van akkor, ha elszakad, és akkor nincs visszaút. És akkor persze a földről újra kellett programozni az egészet, a korabeli színvonalnak megfelelően, lemenni ilyen assembly szintre tényleg át, írni az egész kódot, hogy az a motor, ami tekeri a szalagot, az lassabban menjen, és közben kitalálni egy új adatelosztási módot, hasonlóan a ti problémátokhoz, hogy azt a megoldást alasztották őt, hogy ugye minél kevesebbet kelljen tekergetni, viszont ahhoz persze, ahhoz ki kellett találni, hogy milyen más szekvencia legyen, és hát a más adatárolási mód, de ott sajnos, ott sajnos nem lehetett más outcome, mint hogy tényleg csak kb. a tized annyi tudomány jött ki a küldetésből. Nem, itt hány sokkal jobb a megoldás. Az egészen konzervatív és a, és a nem nyúlunk semmihez között, itt van egy teljesen szürke ö, tartomány, ott sikerült egy relatíve a, a, a nem nyúlunk semmihez közel ö, ö, találni egy olyat, ami úgy néz ki, hogy, hogy, hogy működik, és megoldja a problémát. Na, amit nagyon sokszor szoktam mondani, az, hogy a minden egyes ilyen, ilyen, ilyen űrmissziónak, az ahilles sarka, az a mechanika, az, az ami általában, tehát elektronikából, kábelekből, nagyon sokszor még detektorból is több van, hogyha az egyik nem működik, akkor konkrétan az elektronikából mindig kettő van, a zsinórokból mindig kettő van, akkor átkapcsolsz a redundáns elektronikára. Ez történt például a Hershel hi fi nál is, hogy, hogy beüzemelésnél kiderült az, hogy gyakorlatilag teljesen elégették a, az egyik oldali elektronikát, és utána egy, egy, egy egyébként ezt, ezt, a példát hozták föl, az egyik, egyik herseles volt ott, az, hogy ők, ők ott leálltak a, a beüzemeléssel. Na most ennek, ennek ennek nagyon durva még politikai következménye is van, mert ha én azt ott azt mondom azt, hogy, hogy szerintem álljunk le, nem üzemeljük be a James Webb-et. Uh -huh. Tehát akkor nincsen 100 kész a James Webb, ami egy hatalmas hír. Tehát, tehát itt, itt ilyen, csak ilyen nyomás volt rajtam, á, nem, nem kevesebb. Á. És De mondom, hál' Istennek nem én vagyok a döntő, én, én, a, én aki, aki javaslok ezzel a kapcsolatban. És hát sajnos én voltam <laughs> az, aki, mondom, de a James harden az első megkibásodása én voltam, a, aki javasolt. De, e, de e, megoldottuk. De megoldottuk, hál' Istennek megoldottuk, Igen. igen. Akkor meg is oldottam. De nagyon, nagyon, jó fej volt, az egyik, egyik vezetőnázás ott volt az, hogy, hogy és mondta, hogy, 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 nem, nem, kell, őrs, nem kell bocsánatot kérned, mert kimondtad azt, amit, amit, amit ki kellett mondanod. Igen, hát ez az, amire a Feynman azt mondta, amikor a Challenger robbanás után a vizsgáló bizottság tagja volt, és akkor írt egy külön kiegészítést a jelentéshez a végén, amiben szerepel az a híres mondata, hogy hát a, a, az ilyen PR politikai dolgokhoz képest a mérnöki és fizikai dolgoknak mindig előnyt kell élveznie, mert a döntéshozatali folyamatokban for nature cannot be fooled, vagyis hogy a természetet nem lehet átvágni. Én tehát nincs az a több milliárd dolláros projekt, amiben kettő meg kettő ne lenne négy. És ezt be kell látni, és el kell fogadni, nincs más lehetőség. De teljesen a protokoll szerint jártál el. Igen, ez teljesen így van. Öm, ez egész, egyébként nagyon úgy hangzik, hogy úristen, mi, micsoda ez fontos ember, ember vagyok én itt. Nem, egyébként ugyanúgy egy, 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 egy ember vagyok a gépezetben, és most jelen pillanatban ténylegesen ö, egy, egy ö, mint, mint elsődleges tanácsadó ebben a szituációban így, így mondhatni azt, hogy, 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 fontosabb voltam az átlagnál, ami egyébként egyrésztről jó érzés, másrésztről meg iszonyat nagy felelősség, de hál' Istennek ez egy nagyon jó csapat, egy nagyon-nagyon jó csapat, és ezt a felelősségérzetet ezt abszolút levették rólam. De, mindenkinek mennyire egybe kell lenni. Van-e becslésed arra, vagy, vagy akár adatod, hogy hány ember dolgozik a James Webb én annyit tudok elmondani, hogy ezen a pro nagyon sokan, tehát itt, itt ilyen ezres, jelen pillanatban is ezres, de a, a James Webb-ben van egy matrica, amit az utolsó pillanatban, utolsó pár napban, amikor még a földön volt, akkor rakott rá a, a James Webb-nek a, a, a vezetőmenedzsere, és azon az van az, hogy, hogy ezt a, ezt a tárcsövet azoknak a, az, annak a, a több ezer ember több ezer mérnöknek és kutatónak dedikáljuk, akik, akik évtizedeket adtak a, az életekből ehhez. És egyébként itt tényleg itt, itt, itt teljes életsorsokat is, is, kell érteni, mert, mert, minden embernek van magánélete. És, és nem csak a professzionális élet. Hát, és kéne, itt, hogy legyen. És én is egyébként megmondom <laughs> őszintén, ö, a, a életemnek a, én úgy érzem azt, hogy, hogy egy nagyon kerek, nagyon teljes, és az egyik legértékesebb részét adtam a, a, az életemnek, és nagyon-nagyon boldog vagyok, és minden egyes, minden egyes nappal boldog leszek, amikor, amikor már nem ezen dolgozom, de még mindig a saját gyerekemnek érzem, és még mindig a saját sikeremnek fogok érezni minden egyes felfedezés, felfedezését a James nek úgyhogy rettentő boldog vagyok, és rettentő kivá szerencsés, szerencsés, hogy hogy, hogy hogy itt lehettem. Visszatérve, ne csak azokról beszéljünk az, hogy mi történt, tehát ne csak az első meghívásodásról beszéljünk, mert nagyon sok minden történt azért ezek mellett. Úgyhogy igen, Léci, de azért igazából egyet még meg akartam kérdezni, mégpedig azt a bizonyos mikrometeoroid találatot. Ugye volt egy ilyen, hogy, hogy a tükröt eltrafálta egy ilyen kozmikus porszemcse. Azt hiszem május Április május környékén volt a legnagyobb találat, és azóta közel 10, 10, 10 most már 10-12-nél tart a számláló, ugye mert ez, ez teljesen természetes, tehát ez, ez várható volt, sőt ennek volt egy, egy, egy egész komoly kutatása az, hogy, az, hogy mi várható majd. Na most a, a probléma az ott volt, hogy hogy ennek ugye van egy szórása, tehát egészen a kicsiktől is, kezdve is, el, ja ezek mind porszemek, uh -huh. tehát a nagyok is gyakorlatilag porszem, porszem méretűek, csak hát a iszonyatos kinetikus, tehát a sebesség miatt iszonyatos kinetikus energia az, ami, ami, ami egy ilyen becsapódást, azt, 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 azt ilyen drámai eseményé tesz. Na és akkor április-május, azt hiszem májusban volt talán, amikor egy egy akkora találta el, megint csak porszemről van szó, ami, ami így a, a az elvárásoknak a teteje. Ez volt a gáz, az, hogy, hogy ez rögtön az első pár hónapban megnyerjük a negatív ö, lottót, Aha. és, és a, 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 a várt becsapódásoknak a, a maximumátból kapunk egyet. Itt, itt kezdett el egy kicsit így a a, a kutatók, meg a mérnökök így izzadni, hogy, hogy ha ez lesz minden egyes három-négy hónapban, az, az viszont már kezd gáz lenni. És uh, mi az, ami, ugyebár a valószínűség az a, az a, az a, a hatáskeresztmetszetnek a, a, a függvénye, mi az, ami, ami nagy, tehát mi az, ami nagy méretű, hát az egyik az a nappajzs, az nappajzsra nincsen gáz azért, mert, mert, mert van egy, ek, még plusz a, a minimumhoz kép, 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 képest van egy extra fólia, és akkor így már már soha nem fog úgy eltalálni, hogy, hogy pontosan egy bizonyos irányba, ahol, ahol a bejövő fény az, az pont egy olyan, olyan dolgot ér. Tehát mindig valahogy valamilyen uh, sréhen fogja eltalálni, tehát soha nem lesz direkt direkt fény a, egy ilyen becsapódás után, hogyha így végig lukasztja mind, a, mind a, a, az összes fóliát. Viszont ami gázabb, mi, az, ami másik nagy, nagy méretű? Hát az a főtükör. És hát természetesen itt a főtükörnél van az, hogy, hogy, sikerült úgy eltalálnia, hogy ilyenkor be is horpad egyébként a, 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 tükör. Ennek a nagyját azt egyébként ki tudják feszegetni, mert, mert hét különböző dimenzióba lehet állítani a, a, minden egyes, 18 szegmens mindegyikét, és az egyik, a három forgatás, három eltolás, és a, a hetedik az meg az, hogy kicsit meg lehet feszíteni. És gyakorlatilag itt is ez történt, hogy, hogy, hogy egy picit jobban megfeszítették, akkor a, a legnagyobb részét azt az ki tudták ö, ö, korrigálni ennek a, ennek a becsapódásnak, és akkor egy, egy, egy bizonyos részen ott, ott, ott egy picit rosszabb lett. Na most itt a, a picit rosszabb lett az azt jelenti, hogy, hogy, hogy jól emlékszem, ilyen 10 ilyen valahány nanométerrel ö, ö, torzult el. Tehát így megint csak gyakorlatilag olyan pici torzulásokról beszélünk, ami, 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 ami optikai tartományban is még, még, gyönyörű lenne. Tehát ez nem gáz, itt a gáz az az, lett volna, hogyha tényleg ez minden egyes három-négy hónapban történik, mert akkor mondjuk már öt év múlva már, már ez a főtükör, ez már nem olyan állapotban lenne. Akkor is képes lenne a tudományra, csak hát egyre, egyre inkább optikailag ö, ö, pontatlanabbul. Igen, kicsit hasonlít ez a sztori, csak negatív előjelen ahhoz, ami a gravitációs hullám detektor a LIGO-nál történt, hogy rögtön kaptak egy óriási jelet a tesztidőszak legelején, tehát konkrétan az első hétben jött egy óriási jel, és akkor időbe telt, míg meggyőzték magukat, hogy ez nem a szokásos adatszimuláció, amit egy, 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 csapat küldött be, hogy tesztelgessék egymást, hanem, hanem egy valódi jel, és akkor ez tényleg van, na és akkor ugyanez, csak fordítva. És persze ott sem az történt, hogy onnantól kezdve minden héten jött egy jelenség, csak egyszerűen Hát ez a kezdők szerencséje, vagy a ti esetetekben szerencsétlensége. De hál' Istennek ez nem volt probléma. Tehát azóta követi az eloszlást, ugye? Tehát azóta a 12 beütés alapján azt mondhatod, hogy hogy az elméleti eloszlás az oké. Okay. Kö, nincs, nincsen nagyon távol, Igen. hál' Istennek. Tehát relatíve jó munkát csinált a, az, a, az, a, az a csoport, aki ezt, ezt, ezt kidolgozta, hogy mi várható. Ugyebár itt az a lényeg, hogy ha egy ekkora távcsoljad van, akkor előre kéne tudni, hogy ja, ja, hát két évig lenne használható. Mondjuk egy ilyen kijönne egy ilyen kutatásból, akkor már minden nehezebb Tuh, uh, forrásokat szerezni. Igen. Főleg 11 milliárdot. És jelenleg mi a mondásotok az üzemidőre? Hát most jelen pillanatban nem változott. Tehát ez ez. egyébként az a 20 év, ami, ami, ami annak idején megjelent. Tehát ugyebár a... Öt 5 5 évre terveztük, tíz év amire örülünk, és akkor erre, erre volt egy, egy olyan, hogy akár húsz évig lehetséges az, hogy lesz üzemanyag, mert hogy annyira, annyira pontosan sikerült pályára állítani. Ez nem volt hivatalos. Ez egy, ez egy tweet volt az ezáltal, által, az a, 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 a vezetője által, és ez, ez, ez egy nem hivatalos statement. Természetesen a tíz év fölött szeretnénk ugye bár, az, hogy, hogy, hogy addig mi történik, hát látod, tehát a, bármi történhet. Az az, az az érdekes, Pék, hogy a, a nagy előd, a nagy előd, ami még mindig üzemelő Hubble, ott ugye az a sztori, hogy kedves gyerekek, most kiszámoltuk nemrég néhány hete, hogy a Hubble az 32 éve van fönt, ami durva, döbbenetes tény akkor is, hogy az űrkorszak kezdete, az első műhold felbocsátása és a Hubble startja között kevesebb idő telt el, mint a Hubble startja és mostani nap között. Szóval igen, más, más világ, ott tényleg lehet szervizelni, vagyis lehetett eddig. Nálatok úgy van tervezve, ugye, hogy még ha annyira bedurvulnunk, hogy Orion űrhajókkal, meg starship lehet oda menni, akkor sem lehet szervizelni, igaz? Tehát nem olyan moduláris szerkezetű... Hebelön, szerkezet. van egy van egy, egy ilyen dupla hatalmas nagy ajtó, ajtó. Igen. és ott ilyen sín, ilyen abszolút ilyen sín rendszereken keresztül lehet kicsúsztatni a modulokat, és becsúsztatni, és bekattintani. Szinte idióta biztosnak hangzik. Abszolút, nem, annak kell lennie. Igen. Konkrétan, nem szinte, ez, ez abszolút. Tehát az, hogy egy... Egy ilyen hatalmas vastag kesztyűben is meg tud csinálni a mutatványt, mert hogy ebben csinálják ott az űrben. Csinálták, mert hogy több service mission nem lesz, és most azon, azon megy a, a, a körömrágás, az, hogy minél több e, idő legyen átfedésben a James Webb-el. Ugyanis teljesen más tartományban és egymást kiegészítő tartományban észlelnek és egyszerre megkapni a két, két információt, az, so, az, nem dupla adat, az sokkal több adat egy kutató számára. Tehát most így így nagyon-nagyon imádkoznak, hogy minél, további ki, minél tovább kitartson. Micsoda a, 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 a mechanikák. Pontosan itt is erről van szó. Amikor a mechanikák elkezdenek bedögleni, akkor sajnos onnantól kezdve menthetetlen. A másik az, hogy, hogy, hogy a, a Hubble ugyebár föld, egészen földközeli közeli pályán van, ugyebár a James Webb az 1,5 millió kilométerre, ötszörös holtá, holtávolságra van, míg a, a, Hubble meg öt, azt hiszem 400 kilométer. Vagy 5600, jó. De, tehát, de, de igen, jó te... tehát gyakorlatilag még, a, még, ott még van egy rettentő ritka légkör, ami folyamatosan fékezi, hogy ha fékezi, akkor ugyebár egyre jobban beesik a légkörbe. Tehát minden egyes alkalommal, amikor már, már elkezdett lassulni a, a a Hubble, akkor föl kellett gyorsítani és egy fősőbb pályára vinni. Na most azt viszont nem megmondom őszintén, nem tudom azt, hogy, hogy, hogy terveznek-e. Vannak tervtanulmányok. Az egyik ilyen magáncég, a, a, konkrétan a SpaceX és a, és, a, és a Polaris program pro bono felajánlották, hogy megemelnék egy, egy Dragon küldetéssel a Hubble pályáját, és akkor ennek nézik meg, hogy mi a technikai megvalósíthatósága ez most, most nézi egy bizottság, és ebbe a NASA is belefolyik, de csak az ötletelés szintjén, tehát nem NASA pénzből menne a dolog, de van arról szó, hogy tényleg meg lehet nem a pályáját. Ezt amúgy azt teszi lehetővé, hogy a legutolsó Space shuttle Service küldetésen, valamilyen okból kifolyólag, talán optimizmustól vezérelve, rászereltek a Hubble végére egy dokkoló gyűrűt, ami lehetővé teszi, hogy ne csak a szokásos kanadai robotkarral oldalról lehessen megfogni, mint a Space shuttle lel annak idején, hanem valami oda kapcsolódjon a hossz mentén. Például egy, egy személyzetes űrhajó, vagy egy automatikus űrhajó, például egy távirányítású modul, vagy valamilyen gyorsító fokozat. Szóval elméletileg ilyen lehetséges lenne. Oda megy a Dragon, oda kapcsolódik, emelik a, pályával a pályát a hajtóművel, és aztán lekapcsolódik, és hazajön. Elméletileg ez nem kizárható, és hát gondolkoznak rajta emberek. Hogy ennek mennyi a komolysági szintje, az más kérdés, de van ilyen okoskodás, és technikai akadály úgy tűnik annyira. Hát istenek, dolgoznak rajta emberek. Igen, igen. Még hogyha csak hobbiból is, mint mondjuk én, én a mechanikák. Igen, igen. igen, jó. Egyébként ilyen mindig van. Ja. Tehát tehát a, van egy olyan, hogy, hogy anomáli note az gyakorlatilag minden egyes olyan meghibásodás, ami akár lehet egy, egy, egy script hiba, vagy bármi. Közel 2000 2000-nél tartunk. Uh -huh. Tehát a, ennek van egy, van egy szám, száma, és most már ilyen, ilyen 1800 körül van azt hiszem a, a, a szám. De most lehet, hogy tévedek egy pár százat, de valami ilyesmire emlékszem. Tehát meghibásodás apró, a leges, legapróbb meghibásodásokból ennyi volt az utóbbi egy évben. De ezek mind megoldottak. És mondjuk egyik tehát tényleg ez a mechanika, ez volt a leg, a mechanika és a becsapódás, az a kettő volt. A becsapódásnál egyébként nem volt, mit megoldani, mm -hmm. vagy csak izgulni mm -hmm. <laughs> kellett. Itt, itt volt mit. De de nem volt hasonló komolyságú, mint, mint ez, a, ez a mechanikai hiba. És mindegyik, és ez is egyébként, ez is meg lett oldva. Mind, mind, az 1800, 1800-nak nem tudom, hogyha, egy százaléka nyitva van. Ez így van. Ö, gyakorlatilag nincsen, nincsen, egyetlen, ilyen lók vannak nyitva, tehát ami ilyen nagyon alacsony, és akkor később valami, valami script, scriptet kell módosítani, majd később, mert, mert mondjuk csak annyi, hogy egy, egy, egy telemetriából egyszer valami hülyeség jött be. Uh -huh. És tehát ez is, ez is, rögtön egy ilyen, egy ilyen uh, uh, notot, uh, uh, generál, vagy ezt, ezt kell belőle írni, és ezen a mechanikán kívül gyakorlatilag, majdnem azt mondanám, hogy eseménytelen volt a, a problémák szempontjából eseménytelen, ami egy hatalmas dolog, tehát egy ennyire komplex, soha nem nem repült még ennyire komplex műhold, mint a James Webb, és ahhoz képest ez egy, ez, ez egy hihetetlen nagy siker, és ja, és az egészben a, legjobb az, hogy, hogy minden szempontból jobban teljesít, mint a, az elvárt. Egyébként volt olyan, hogy annyira jobban, hogy majdnem dupla olyan jól, ott, ott azért már elkezdünk gondolkozni, hogy úristen ennyire, hogy, számolhattuk -e ennyire rosszul, vagy ennyire pessimistán a dolgokat, és konkrétan ott az történt, hogy mondjuk három-négy ember egymás számaiból számolt, és mindig rárakott egy, egy 20-25 százalék margint. Hogy... Hát ez nem idegen az űrkutatástól. Ugye például legendás az a történet, amikor a legelső amerikai űrhajóstok felmentek az űrrepülőgép program hajnalán, és amikor először ment fel a Sally Ride az űrbe, akkor felmerült a kérdés, hogy hát kéne tampon, hogy hátra éppen menstruál és akkor leadott egy számértéket valamelyik orvos, hogy ez mit jelent, de hát a NASA persze az első menedzser megkétszerezte, az meg azt is megkétszerezte, aztán végül bepakoltak neki ez egy hetes küldetésre annyit ami, egy, ami konkrétan több ember elvér, elvér a felita, felítatásához elég lett volna. Biztos, ami biztos. Szóval ez egy megtörtént eset. Na hát hasonló, hasonló dolog történt a Mirivel is, és Viszont persze, egyik nagyon nagyon boldog az én, hogy ú Isten, ennyire nem is gondoltuk volna, hogy ennyire, ennyire precíz és ennyire stabil és ennyire gyönyörű a, a, a műszer. Persze, munka még lesz. Egyébként volt, a, ami de nekem is volt a kollaborációs adatok, ami, amire én voltam a felelős. Ezeket ezeket szedték le így, így a vállaimról, így uh -huh. így pillanatokat a kollégák, tényleg nagyon jó csapat. És abban a pillanatban, amikor nekem a, már a mechanikára kellett csak koncentrálni. és És ott is egyébként az első mérések azok, 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 nagyszerűek voltak, de ilyenkor persze mit gondol az ember az, hogy, hogy ott talál valami kis, kis, olyan dolgot, amit be lehetne jobban állítani, és, és nem 5 pontos, 2 százalék, 1 százalék pontosan. És akkor egyszer csak így valamikor ez olyan, mint amikor cikket ész, és nem tudod beadni, az, mert még mindig találsz benne adatot, de egyszer csak azt mondod, hogy na jó, itt a vége, így beadod, leadod, és boldog vagy. És akkor nekem is mondták azt, hogy őrs, 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 Most nem három nap alatt, vagy három hét alatt kell bekalibrálni az egész mirit, hanem erre lesz majd több évünk. Úgyhogy szépen ad le. Uh -huh. <laughs> és akkor én is így megnyugodtam, ú, igazuk van, igazuk van. Hát igazuk volt, főleg, hogyha a tudományos outcome-ra gondolunk, mert hát eddig ugye mérnöki dolgokról beszélgetünk, na de te csillagász is vagy. És akkor ilyen szempontból elképesztően izgalmas lehet, hogy egyrészt persze te csinálod, tehát te tudod, hogy hogy működik a racsni, meg hogy hogy kell megoldani a problémát, ugyanakkor látod azt is, ami ebből tudományosan kijön. Ilyen szemmel nézve, mit tartasz talán a... nyilván azokról, amik már nyilvánosak, amik Szaturnusz örvényét mondtuk, hogy még nem jött ki a cikk, igen, biztos embargósak még az adatok. Tehát lejön az adat, akkor nyilván az van, hogy mivel az amerikai, meg európai, meg kanadai adófizetők pénzéből jött létre a kis szerkentyű, egy idő után minden adatnak nyilvánossá kell válnia, ugye? Hú, erre gyorsan egy mondat. Na. Ez, egy, ez egy nagyon meglepő dolog volt, és egyébként nem örültünk neki. Tehát a beüzemelésnek az adatait, amit, amit mi évekig terveztünk, mm. egyébként az, hogy az a az a pár óra, amit kapsz, egyébként én relatív elég sokat kaptam, 40, 40 valahány órát kaptam szumma, azok az adatok, azok, mivel hogy mi is évekig dolgoztunk azon, hogy, hogy ezek mind beüzemelés adatot, tehát itt egy, egy csillagászati objektumot azért figyelsz meg, hogy valamit, valamilyen műszernek egy valamilyen paraméterét, azt nagyon pontosan beállíts. És, és nem, a, nem a tudományos Tartalmai. de azért mindig megpróbálsz olyan dolgokat mérni, amik tudományosan is érdekesek. És, és ugye bár az lett volna, hogy, 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 nálunk is lesz egy, lett, volna egy ilyen kizárólagos az, hogy, hogy megírjuk persze a beüzemelési, tehát a beállítási cikket, és beállítjuk a műszert, de utána kapunk mondjuk három hónapot az, hogy megírhassunk, és csak a miénk az adat, és senki más által nem elérhető. Hogy megírjuk a tudományos részét is ugyanannak az objektumnak. És akkor egyszer csak bejelentették, hogy nem, a nyár végével, ahogy lezárul a, a. És egyébként ez egy jó hír a csillagászoknak, meg, meg, meg akár a hobbi csillagászoknak. Abban a pillanatban, hogy lezárult a, a beüzemelés, nyilvánossá vált az összes adat. Egyébként éppen ezért ö, ö, rettentő mennyiségű adatot lehet letölteni, már most ö, teljesen publikus adatot lehet letölteni. De akkor a... ilyen értelemben bizonyos szintű. Kiszúrtak egy egyszerűen. picit, igen. igen. Ö, annyi, hogy, hogy helyzetelőnyünk, az persze, hogy volt, mert hogyha, hogyha mi megírtuk a, a cikket tehát mi, mi egész... Na, annyi, 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 helyzetelőnyünk volt, hogy, hogyha hogyha semmi dolgunk nem lett volna egész nyáron, akkor, akkor cikket írtunk volna. <gül> <gül> De nem teljesen így történt. De az tény, hogy, 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 hogy annyi helyzetelőnyünk volt, hogy mi már ismertük az adatot, tehát, tehát már egy, egy nem tudom, 10-20 ban elkészült cikkkel indítottunk, mondjuk nyár, ele nyár végén. De olyan mennyiségű adat van, úgyse fogják a rádióhallgatók megtalálni azt, a, amiről te tudod, hogy érdekes, ugye? Tehát kicsit olyan, mint az a svéd gyerekvers, hogy, hogy azt mondja, bélyeget gyűjtöttem, apa egyszer hozott egy kilót, azóta nem gyűjtök bélyeget. A adatok olyan bőségét öntik rá a userekre, hogy az szinte már troll kategóriás és akkor emberek ember legyen a talpán, aki eligazodik benne. De egyébként nekem is van egy három nem ja. megírt cikkem, még vagy elkezdett cikkem, fú, nem is tudom mikor fogom megírni. Hál' Istennek még még azt, azt vettem észre, hogy hogy nem írták meg aha, <laughs> azt a, aha. a felét. Pontosan ezért, mert annyi annyi, annyi, annyi adat van és egyébként minden ez, ez volt a másik brutális felfedezés, az hogy hogy nem volt olyan unalmas objektum, ami mögött, előtt, stb. ne lett volna valami megdöbbentő csillagászatilag. Aha. Nem volt olyan adat, Aha. ahol ne lett volna valami érdekes. Azért, mert ez egy annyira új műszer, annyira forradalmian új, ez az érzékenység. Olyan, olyan távoli ö, galaxisok vannak, amit soha senki előtte nem, nem látott és, és hogyha kicsit belemérnénk spektrográffal, akkor, akkor rögtön látnánk azt, hogy, 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 csak pár százmillió éves a ősrobbanástól kezdve, tehát még a, a mostani, univerzum mostani korához képest egy-két éves. Ott, ott, volt is valami vihar a billy ugye, hogy az univerzum kora versus a James Webb adatok szerint ott azért lesznek még érdekességek. Amikor, amikor egy ilyen, ennyire forradalmilyen új szemet kap a tudomány, akkor, akkor így sokkal pontosabban lehet megvizsgálni dolgokat. Itt, itt, most nap mint nap jelenik meg valami forradalmilyen új információ, mert, mert ezt még nem láttuk. És még csak az elején, jaj, van, jaj, első egy évről jaj, 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 van szó, jaj. Jaj. sőt, a beüzemelésen kívül még csak egy fél év telt el. Egy dologhoz szoktunk hozzá, az ikonikus ilyen hatszöges, hat sugaras diffrakciós fényléshez, vagy hogy hívják ezt, diffrakciós tüskékhez, amik, az miért van egyébként? Arról beszélünk, hogy ha megnézitek bármelyik James Webb képet, felvételt, amin csillagok vannak, vagy pontforrások, akkor azt lehet látni, hogy ugyanúgy néz ki, mint hogy a kisgyerekek leszoktak rajzolni, hogy hogy néz ki egy csillag, na itt pont úgy néz ki, hogy ilyen hat tüske kilóg minden fénypögyből. Ez a hatos szimmetria, amúgy a tükör hatszöges elemei kapcsolatos. A főleg Aha. a a tükör, a tehát másod tükör tartónak a a az optikai lenyomata, diffrakciós lenyomata, Aha. Na, de egyébként a a mirin belül még még ezen kívül még két tüske van, egy picit, el, picit egy pár fokra ettől, úgyhogy ott, ott összesen ugye bá nem 60, nem hanem hanem inkább inkább 10 körül, de össze össze olvad uh -huh. a a a, a hattal. Ja, így, így lehet egyébként nagyon gyorsan megkülönböztetni egy James Webb képet a, igen. a Hubble képtől. <laughs> igen. igen. Hát igen, meg hát ugye elképesztő tényleg, ha egymás mellé teszi az ember a kettőt. Na most... Várjál! Egy, egy mondat! Na! Ez egy... Um, amikor, amikor uh, nagyon sokszor csináltunk olyan, olyan, fel, olyan, összehasonlító felvételt, hogy amit a James Webb lát, és amit eddig láttunk, mondjuk Spitzerrel. Uh -huh. Na a Spitzer volt az, ami, ami nagyságrendileg hasonló uh, uh, hullámhoz Hullámosztart, tart, tartományban működött, csak az egy 80 centis, 80-85 centis uh, uh, tükör átmérője, meg egy 6,5. És, és akkor... Míteres. És egy... Igen, hat és és méteres, bocsánat, igen. Um, és akkor így egymás mellé raktam a két képet, hogy ezt láttuk eddig, erről az objektumról, és ez, ez James Webb is ilyen brutális különbség. Egyébként rá lehet keresni ilyen, ilyen összehasonlító képekre, érdemes. És akkor mondtam azt, hogy azt tudtátok, hogy mondtam hogy egy kollégámnak, hogy tudtátok azt, hogy a valójában a, a James webb a, a, a mérési idő beállítása az, az számra teljesen azonos a, a, a spitzerével. És akkor így néztek rám, ilyen, hogy hülye ez. Hogy, hogy gondolod? Ugyanannyi ideig exponálsz. Ugyanannyi ideig exponálsz. Csak még az egyik az percben, a másik az másodpercben. Ja, igen. Aha. És ilyen 57-szeres az érzékenység különbség a kettő műszer között. Ami brutális. Tehát másodpercek alatt kapsz aha. jóval több információt, mert nem csak az érzékenységed nőd meg, hanem, hanem a felbontásod is tízszeresére nőtt ami hátborzongató, az, hogy, hogy 60 szoros sebességgel lehet tudományt csinálni. Mert egybár, ö, tudomány, ott, ott, mindig a, a, a szűk keresztmetszet az, hogy mire áldozol időt. Uh -huh. Mert mert milliárdszor, 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 milliárd, sőt, még tovább folytathatnám a sort, ennyi csillagászati objektumod van. Neked kell kiválasztani azt, hogy melyik az, ami érdekes ebből nem tud mindegyiket lenyerni. Na most uh, egyébként persze, és erre nem kell válaszolni, hogyha nem akarsz, vagy nem tudsz, vagy nem szabad, de ami engem kifejezetten izgat az egész történetben, ami érintő, érintőlegesen meg is említettük, és szerintem forradalmi jelentősége lehet, minimum Nobel-díjak, de akár teljes világnézet formálás is benne van a pakliban, az ugye az exobolygó légkör spektrumok kérdése. Tehát gondoljunk bele, hogy, hogy például, mit tudom, én teszem azt a szomszéd csillag, a Proxima Kentauri körül kering egy Proxima Centauri B nevű, akár valamennyire földszerű bolygó. Annak a most ugye olyan felbontású spektrumokat tudtok készíteni a James Webb-el, Hogyha például földszerű élet lenne azon a bolygón, akkor azt ebből a spektrumból látnánk. Egyértelműen látnánk, lennének oxigénvonalak, vagy metánvonalak, olyan légkör, ahol sok az oxigén, feldúsulás, az tudomásunk szerint máshogy nem tud létrejönni stabilan, meg fönnmaradni, mint úgy, hogy életszerű folyamat zajlik a bolygón. Ez most lehetséges, ugye? És hogy a kérdésem az, hogy történtek már ilyen mérések, amit konkrétan földszerűkre vonatkoznak. Tudom, hogy még nem jött róla ki cikk. Először is, tehát a legelső két ilyen spektrum, ami ilyen demonstrációs spektrum, az a legelső Igen. képek között Azt jelent tontban, meg, ahol széndioxidot és vizet. I vizet. Van vizet. Igen. Ugye Igen. mondjuk ezek, ezek ilyen, ilyen forró jukiterek Jupiter. Igen, voltak. Igen. És el is Hogy... Már ott is brutális. Ilyen jóval, jóval kisebbek a, a földszerű bolygók, és így a jel is jóval kisebb, de technikailag lehetséges. Jó, már azért mentek rá ezekre a forró Jupiterekre, mert tényleg egy biztosra kellett menni az, hogy már pedig itt kimutatjuk, mert ezt fogjuk prezentálni, hogy most történnek azok a mérések, jelen pillanatban is, amikből Nobel-díjak fognak születni. Mert a James Well erre képes. Hát ez egy tökéletes zárszó, ráadásul el is telt a műsoridőnk, és hát majdnem olyan gyorsan, mint ahogy elrepült ez az egy év, mert hát azért annyi minden történt az űrkutatás történetében idén, meg hát amúgy is a világtörténelemben 2022-ben, hogy, hogy elképesztő. Kicsit vicces is vagy, hát szomorú visszahallgatni bizonyos szempontból, amikor az év első adásában Werner Norbival beszélgettünk arról, hogy mi minden várható az űrkutatásban. Sok szempontból sok minden sikerült, van, ami a vártnál jobban is, elképesztő dolgok, például az Orion űrhajó tesztrepülése, vagy hogy a James Webb milyen jól működik, vagy hogy a kínaiak felépítettek egy modul űrállomást az űrben. De persze a háború miatt meg elmaradtak olyan várva vár dolgok, mint az európai ExoMars küldetés, ami életet keresett volna a Marson bizonytalan időre, vagyis hát örökre lényegében elnapolták, szóval oroszok és az európaiak közös projektje lett volna. Biztos, hogy egy érdekes és izgalmas év volt, de én azt hiszem, hogy a koronája, az egyik koronája, az, az nem más volt, mint a James Webb-től ezek a gyönyörű eredmények, és hát, mint egyszerű tudományfogyasztóként is köszönöm szépen neked és az egész James Webb csapatnak ezt a rengeteg élményt, amivel a James Webb megajándékoz minket hétről hétre és az egész emberiséget tényleg túlzást nélkül mondhatjuk, hogy ez forradalom volt, és hát még ez csak a legeleje. Szóval nagyon szépen köszönöm, és. További boldog karácsonyt, meg ünnepeket, új évet kívánom neked is, és a hallgatóknak is persze, úgyhogy 2023-ban jövünk vissza, addig is hallgassátok ö, vissza az adásokat, például a sokolebresto.hu-n, onnan kiindulva mindenhova eljuttok, és ott mindenféle platformon mindent elértek, és jövőre találkozunk. Sziasztok! Sziasztok. Nem volt elég a tudományból és a pantatikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.